Az elmúlt hét a Mikulásé volt, így a mai női szakaszban a Lázár Ervin általános iskolába látogatunk el a fényévéhez köthető Mikulás ünnepre, ahol betekintünk a gyerekek műsorába, és megtudjuk tőlük karácsonyi terveiket is. Tartsanak velünk! Táncoltunk, készültünk a Didergő királlyal, meg reneszánsz tánccal. Jött a télapó. Aranyos, és nagyon vicces a szakálla. Így meséltek a gyerekek arról az eseményről, melyet a Fényéve 2015 rendezvénysorozata utolsó részeként tartottak a Lázár Ervin suliban. December lévén pedig mi mással, mint gyertyafényes tánccal és árnyátékkal ünnepelték a megérkező Mikulást az ovisokkal. Hagyománnyá vált az iskolánkban az, hogy három óvodát, a viola, a virág és a nyáróvodát ilyenkor december elején télapóváróra hívjuk meg az iskolánkba, és most még egy külön apropója volt ennek az eseménynek, hogy egész évben, illetve szeptembertől elindítottunk egy fényprogram, egy fényéve programot, és ennek voltak egy ilyen elemei a műsorban, amit láthattak a gyerekek, és azt gondolom, hogy mindenkinek tetszésére szolgáltak ezek a jelenetek. Voltak fák, volt a Didergő király, voltak mutatványosok, hullahoppos, cigánykerekes, zászlós. A színjátszó csoportunk a negyedik A, a második C és a harmadik C, illetve az énekkarosok adtak elő műsort. Először a Didergő király mesejelenetét, Móra Ferenc jelenetét adták elő, azután télapóváró dalok, és mint láthattuk, a télapó is megérkezett és hozott sok mindent az óvodásoknak. Az ovisok pedig még egy-egy nagyon kedves, kézzel készült ajándékot is kaptak a télapótól. Kár, hogy most nem tudom itt hirtelen megmutatni a kezembe, de ez egy télapó, kicsit nyitett mása volt, és természetesen egy szaloncukor, mert hogy a télapó azt mondta, hogy mindenki nagyon jó volt, tehát ajándékot mindenki kaphatott, és mindenki meg is érdemelte. Természetesen Mikulás révén nem hagyhattuk ki ennyi jó gyerek láttán azt a kérdést sem, hogy az otthoni frissen pucolt cipőkbe érkezett-e ajándék. Úgy volt, hogy kezet mostam, és kopogtatott a télapó, és tettünk ki mézes kalácsot, és le volt harapva az angyalkának a szárnya, és utána meg kinéztünk az ablakba, és ott volt egy csomó minden, és én egy jégvarázsos babát kaptam, egy palotát, egy tükröt hozzá, megkaptam hozzá két ilyen pici üveget, a mamáéknál is kaptam, ott meg úgy volt, hogy ott is kezdett mostam, és akkor is, vagy nem, ott játszottam ilyen golyókat szedtem ki az ágy alól, mert a Lia begurította őket, és akkor utána hallottam valami kopogást, és akkor volt két sampon, egy szájfény, egy szivacsmosakodó, meg volt még egy tiara, és akkor meg a német Mikulás is hozott, mert anyának a keresztanyukája már összeházasodott valakivel, a Dáviddal, és akkor ők Németországban élnek, és a német Mikulás is hozott nekem valamit, az pedig hozott nekem egy sminktáskát, abban volt hajcsat, szemhéjfesték, rúzs, meg arcpirosító. Meg volt még kinder tojás benne, meg volt még benne egy majom, meg egy kutyus. Nekem csütörtöktől elkezdve vasárnapig jött minden nap. Először csütörtökön átjött az unokatestvérem, és azért hozott a Mikulás, mert ott volt. És utána meg nem tudom miért, de egyfolytában elkezdte hozni az ajándékokat. A gyerekek pedig már túl a Mikuláson, a karácsony tervezgetik, és szó szerint, mert már konkrét program és ajándéktervük is megvan. Tél végén lesz a szülinapom, akkor majd egy szülinapi bulim lesz. Meg még karácsonykor majd anyával kitaláljuk, hogy milyen díszek legyenek a fán, meg már csináltunk díszeket a fára. Mi anyával készültünk arra, hogy a családnak csinálunk killingezni fogunk az anyukámmal, föltekerni papírcsíkokban angyalkát mindegyik családtagunknak. Majd el fogunk utazni elvileg a mamámékhoz, és ott fogunk karácsonyozni, ott van 8 unokája a mamámnak, és ők is ott lesznek.
Szerintem az ünnepek ilyen felkészülten csak is szuperül telhetnek, és kívánom, hogy így is legyen mindenkinek, végezetül pedig ünnepi hangulatcsinálóként nézzünk bele a gyerekek produkciójába.